Ingyenes karácsonyi cirkuszi előadás terézvárosiaknak. Rendhagyó karácsonyi műsor a 6. kerületi Mici Mackó bölcsődében. Ünnepi családi programok a terézvárosi Mesevilág óvodában. Betlehemes készülődés a 6. kerületi Patróna óvodában. Terézvárosi egészségügyi szolgálat ebédje a terézvárosi gondozószolgálatnak. A 6. kerületi rendőrkapitányság ajándéka az általános iskolásoknak. 90 év, a színház volt a mindene. Erzsike néni 100 esztendős lett. Majsai Gábor koncertje az 5-ös 10-ben. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. A hagyományokhoz híven az idén is karácsony alkalmából a terézvárosiak ingyenes cirkuszi előadáson vettek részt. Az előadás előtt Hassai Zsófia terézváros polgármestere köszöntötte a látogatókat, akik a kvíz kérdésekre adott helyes válaszokra ajándékokat is kaptak. A fővárosi nagycirkusz Dima Karácsonya című klasszikus műsora a különböző állatszámok mellett Fligende akrobata és zsonglőr produkcióval, valamint görgő, rúd és levegő számokkal várta a közönséget. A nap különlegességeként porondra lépett világhírű perzsa számával a többszörös fesztiváldíjas Markin család is. Tökéletes teremtmény, szeme a végtelen mélység, a jövő tükre. Tiszta, kíváncsi, érzékeny, nyitott a világ minden rezdülésére. Ő a gyermek. Ő a kis Dimitri Dima, aki karácsonykor varázslatos csodavilágot álmodik a porondra, egy olyan mesevilágot, ahol az elefánt táncra perdül, ahol gyönyörű fehér galambok szállnak a magasban, ahol a vadállatok megszelidülnek, és békében, harmóniában élnek az emberrel, ahol meseszép tündérek káprázatos tánca ünnepli a levegőben a fény születését. Már hagyományosan ilyenkor, karácsonykor a terézvárosiakat a fővárosi nagycirkuszban invitáljuk a karácsonyi hangulat és a fantasztikus előadások miatt. A teltházas előadáson ilyenkor 1500 jegyet tudunk átadni, és valóban meg is telnek a széksorok, és ma is egy fantasztikus műsort láthatunk. Magyar artistáktól kezdve kubaiak és oroszok lépnek fel ezen az előadáson, és hát most a második részében pedig oroszlánok és elefántok is lesznek. Mi tetszett neked eddig a legjobban? Az, hogy az ugrós. Svan, miért szereted a cirkuszt? Mert nagyon jót művészkedt neki. Meséltek nekem, milyen volt ez a cirkuszi buli? Hát nagyon jó volt, és az volt benne a legjobb, hogy
hogy mindegyik nagyon jó volt, és nem lehet választani, hogy melyik a legjobb, mert mindegyik valamiért nagyon jó volt. Neked, te tudtál választani, hogy mi tetszett a legjobban? Nekem azt tetszett a legjobban, amikor a tigrisek meg az oroszlánok bejött, meg az oroszlán bejött. Miért szeretitek a cirkuszt? Hát azért, mert hát, ezen kívül csak a moziban lehet enni közben. Hát ez is egy érv. Te miért szereted? Hát azért, mert hát olyan dolgokat mutatnak, amiket átlagos emberek nem tudnak nagyon megcsinálni. Karácsony szelleme Terézvárosban is körbejár. A legtöbb helyen külön műsorral készültek az ünnepre. Az idén egy különleges együttműködés született a 6. kerületi Mici Mackó bölcsőde és a Szív óvoda között, ugyanis a műsort most vendégként a Szív óvi lurkói adták a bölcsiseknek. A terézvárosi Csemete lakbölcsiben is nagy volt az ünnepre való készülődés. Egyszerűen le vagyok nyűgözve a gyerekek előadásától. Egy tavalyi rosszul sikerült karácsonyi műsor után találtuk ki a lányokkal, hogy valami újdonságot fogunk szervezni a gyerekeinknek karácsonyra, és szerintem egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, hogy meghívtuk a 6. kerületi Szív utcai Szív óvoda nagy csoportosait, akik egy fergeteges műsort adtak elő nekünk, és szerintem ez a legeslegszebb karácsonyi ajándék, hogy gyerek-gyereknek énekelt. Terézvárosi Mici Mackó bölcsődébe jöttünk el előadni a karácsonyi műsorunkat. Meghívtak bennünket, és mi ennek a meghívásnak nagyon nagy örömmel eleget is tettünk. Ez az óvodák és a bölcsődék közötti együttműködésnek talán egy szép kezdete lehet ezen a szép napon, ahol ugye a szeretet játsza majd a főszerepet otthon a családokban és az intézményeken belül is. Az idén ünneplő 50 éves Terézvárosi Mesevilág óvodában az adventi időszakban számos programmal várták a gyermekeket és hozzátartozóikat.
A családok közösen kézműves foglalkozáson vehettek részt. Az óvisok számára nagy élményt jelentett, hogy együtt süthetnek mézes kalácsot, illetve díszíthetik azokat ízlésük szerint. Az idei évben mézes kalács kiállítással is színesítették a programokat. A Nyuszi csoport szülei az óvoda pedagógusokkal karöltve több héten keresztül készítették, varták, ragasztották a betlehemes játék jelmezeit, kellékeit. Az egyik édesapa fából készített jászolt, amely még látványosabbá tette az előadást. A gyermekek nagy örömmel készültek, tanulták a szövegüket. A produkció nagy élmény volt mind a szülőknek, mind a gyermekeknek. Az adventi időszakot egy meglepetés karácsonyi báb előadással zárták. A kicsinyek a Batyú Színház Holle anyó mesejátékát tekinthették meg, majd ezután érkeztek meg a karácsonyfa alá a csoportok ajándékai. Az óvodai élet legszebb pillanata az adventi időszak. Számos programot szervezünk a gyerekeknek, ilyenkor bevonjuk a szülőket is ezekbe a programokba. Közös mézes kalács díszítésre, az egyik csoportunk már hetek óta varja a betelmes játékunknak a jelmezeit, háttereit, melyet pénteken a gyerekek a szülőknek fognak bemutatni, illetve jövő héten kedden a többi csoportnak. A karácsonyi időszakunk záró ünnepsége az hétfőn lesz, amikor a Batyú Színház előadását tekinthetik meg a gyerekek, illetve ekkor érkezik minden csoportnak a karácsonyfa alá a játékok, ajándékok, meglepetések. Meséljetek nekem, hogy most mit csináltok az óvodába, mire készültök? A karácsonyra. Szereted a karácsonyt? Nagyon. És miért? Milyenkor ajándékot hoznak. És még mi van karácsonykor? Nagyon sok fenyőfát állítunk, meg vágunk ki, akinek nincs fenyőfája. Te hogy készülsz a karácsonyra? Mesélj nekem, miket csináltok most? Mézes karácsot. Te mihez szereted a karácsonyt? Én csak amit csinál az anyának a karácsonyt. Mesélj le nekem, miért szereted a karácsonyt? Én is elmesélem. Azért szeretjük a karácsonyt, mert főzünk, sütünk. És csinálunk mézes karácsot. Pontosan mind, amit most itt az óviba is csináltok, ugye? Igen. Elmesélj nekem, hogy milyen figurákat csináltál? Nem. Na, ennek a neve? Fenyőfa. Így van. Ennek? Az is fenyőfa. Ez is fenyőfa. Ő? Hold. Hold. Ő? Harang. És mondjad, rajzoltál már a Jézuskának, hogy mit szeretnél? Igen. Na, és elmeséled nekem? Hát, ha innen is megtudja. Megerősítjük a levelet. Jó. Na, akkor mesélj. Én olyan énekelő babát szeretnék, hogy van itt a torkánál egy nyomógomb is, azt megnyomjuk és énekel. Húha! És mit gondolsz, jó kislány voltál? Elhozza neked a Jézuska ezt az ajándék? Hát egy picit rossz is voltam, de egy jó is. De én majd olyat szeretnék apától meg anyától, egy olyat ezzel, ami énekel, és ha megnyomom a hátán azt a gombot, akkor hóperhet csinál, de ha a fején van, az Balázsra ruhát magának. Meséld el nekem, hogy mit szeretnél kérni a Jézuskától. De mit kértél a Jézuskától? Ne anya mondja, te mondd el. Ketten? Könyvet? Egy beszélő könyvet. Júj. Bobocsa, és meg egy beszélő babát, ami ilyen, meg egy ilyen. Igen. És tud beszélni, meg egy... Na, mit kértem én? Mini jegeret. Akkor megkérdezzük anyát, hogy készültek a karácsonyra, oké? Leszeded majd otthon a... Leszedtük már a pókálókat. Akkor már szedjük már oda. Most felrakjuk a hétvégén a fényeket, jó? Jó. Felrakjuk a hétvégén a fényeket. Mama, a gyertyák már megvannak. És várjuk a Jézuskát.
50 éves a Terézvárosi Mesevilágóvoda. Ebből az alkalomból egy ünnepi műsort láthattunk itt az Oviban. Nagy örömmel jöttem a Mesevilágóvoda 50. évfordulójára, hát nem kis szám, de természetesen a picikék nagyon aranyos műsorral készültek erre az évfordulóra, és úgy gondoltam, hogy mi is egy meglepetéssel készülünk a polgármester asszonnyal, és a gyerekek egyik nagy kedvencét, a Luffy hajtogatót kértük fel arra, hogy eljöjjön velünk erre az ünnepségre. A Munkácsi óvoda, vagy mai nevén már a Mesevilág óvoda 50 éve működik, és 2 éve újította fel a önkormányzat ezt az épületet, és ugyanolyan szép, gyönyörű állapotban sikerült a mai napig megőrizni az óvodások, szülők és óvodapedagógusok örömére. Fél évszázados a Terézvárosi Mesevilág óvoda. Igen, 1966-ban nyitotta meg kapuit óvodánk a jelenlegi Andrássy úton. Ott 2 csoporttal indult el az intézmény, majd 1973-ban épült ez a jelenlegi épület, akkor is ez már egy nagyon modern óvodának számított, több külföldi delegáció is látogatta akkoriban az óvodát, Japánból, Norvégiából, erről számos dokumentumunk van nyilvántartva. 4 csoportos óvodával indult akkor az óvoda, és most 2014-ben pedig teljes felújításra került, és bővültünk 3 csoportszobával, így most már 7 csoporttal működik az óvodánk. 2011-ben kapta a nevét a Mesevilág óvoda. Igen, azért választottuk ezt a nevet, mert hogy a pedagógiai programunk a mese köré épül, tehát az óvodánkban nagyon nagy jelentőségű a mese, minden nap mesélünk, lefekvés előtt, napközben, tehát a gyerekek igényeinek megfelelően. Egyik specialitásunk, hogy sajátos nevelési igényű gyermekeket is nevelünk, van egy külön logopédiai csoportunk, illetve integrálunk is sajátos nevelési igényű gyermekeket. A 6. kerületi Patróna óvoda hagyományosan a karácsonyi várakozás idejében 2016. december 13-án tartotta a szeretet ünnepét a Szent Család templomban. A gyermekek számára igazi ajándék volt Jézus születésének története, amit a Napocska csoportos szülők játszottak el. Az idei esztendőben újdonság volt, hogy az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály kórusa ajándék karácsonyi koncertjét, amelynek mottója jelenti magát Jézus, és beépíthették a betlehemes játékba. Terézvárosban, a 6. kerületben, a Szent Család templomban vagyunk, ahol hagyományosan a Patróna óvoda itt tartja a karácsonyi ünnepélyét. Egy kicsit most más lesz, hisz a kultúrkincses óvoda támogatásával jött észre a mai programunk.
A lényege, hogy a szívcsoportos szülők bedlemes játékkal lepik meg a gyerekeket, és az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály kórusa pedig énekével teszi ünnepélyesebbé a mai napot. Természetesen a gyerekek is közreműködnek, hisz ők is énekelni fognak, és hagyományosan egy imát mondanak azért, hogy a karácsonykor a család együtt békében szeretetbe tudjon ünnepelni. A B. Horváth Andrea Kóta életműdíjas karnagy vezetésével felcsendülő Kodály, Bárdos, Regen, Rutter és Terényi művek még bensőségesebbekké tették a közös ünnepet. Brejni Beáta énekművész angyali hangja, akit Németh Sándor kísért orgonán, elvarázsolta a gyerekeket. Örömmel énekelték vele együtt a végén a Vígan zengetek citerák magyar népdalt, amit a kórus kánonban folytatott. A Kincses Kultúr óvoda címet elnyert Patróna óvoda Kodály születésnapját méltón ünnepelte meg, hiszen katolikus intézmény lévén a szülők betlehemes játéka és a kórus muzsikája, a gyermekek éneke a Szent Család templomban csendült fel, ahol a mester is rendszeresen Istenhez fohászkodott advent idején. Minden olyan, ami a léleknek jó, ami mosolyra derít, az az egészségnek is jó. Hangzott el dr. Czermán Imrétől, a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatójától azon a rendezvényen, amelyen a Terézvárosi Gondozószolgálat nyugdíjasainak kedveskedtek az általuk készített háromfogásos ebéddel. Ezzel a mai főzéssel, mai vendéglátással szeretnénk hagyományt teremteni. Azt tudnunk kell, hogy az egészségügy, az egészségben az orvoslásnak körülbelül 10-15% szerepe van csak. Én hiszek a holisztikus szemléletben, ami arról szól, hogy a betegség megrontja, befolyásolja a lelket. Ugyanakkor minden olyan, ami a léleknek jó, minden mosoly, minden, ami jó kedvre deríti az embereket, az az egészség számára is hasznos. Ennek jegyében főztünk ma reggeltől, ez borzasztóan jó esett nekünk is, az igazgatóság tagja is nagyon jól érezték magukat, és reményeim szerint a nyugdíjasok arcára is mosolyt csalunk ezzel a tevékenységünkkel. Idén másodszor látja már vendégül a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálata az Idősek Klubja ellátottjait. Nagy örömünkre szolgál, hogy így karácsony előtt megint megvendégelték az itt lévő időseket. Nagy örömömre szolgál az, hogy egyáltalán sokkal nagyobb létszámban jelen vannak. Tavaly ez egy új kezdeményezés volt, idén pedig már felbuzdulva az új ellátottaink is részt vettek ezen a programon. Nagyon sokat jelent az időseknek egy-egy ilyen gesztus, hiszen
ők minden nap itt tesznek, közétkeztetésben vesznek részt, és ez a házias finom étel, ez nagyon jól esett, ez abból is látszott, hogy nagyon sokan repetáztak, úgyhogy valószínűleg a szolgálat nagyon jól teljesített, úgyhogy köszönjük az egészségügyi szolgálatnak ezt a nemes felajánlást. Köszönjük szépen a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnak a munkáját. Nagyon finom volt az ebéd, ez állt nagyon finom töklevesből, párolt húsból, gombamártással és aranygaluskával. Nagyon finom volt az ebéd. Én meg a többiek nevében kívánok nekik további jó munkát és jó ünnepeket. A 6. kerületi rendőrkapitányság és a Terézváros közrendjéért és közbiztonságáért közalapítvány 50 terézvárosi iskolás gyermeket ajándékozott meg december 15-én az önfelett játszás örömével. Ugyanis a Minipolis játszóházban töltötték a délelőttöt. A Mikulás még ajándékokat is osztott a nebulóknak. Az ajándékozáshoz hozzájárul a TEKA, a Nemzetékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány, a Terézvárosi Rendészet, valamint rajzpályázatot is hirdettek, így közlekedünk a családdal címen. Így a Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottságtól kapott keretből is lehetőség nyílt megajándékozni a gyerekeket. A 6. kerületi rendőrkapitányság szervezésében 5 iskolának a Terézvárosban szerveztünk a gyermekek részére a Minipolisban rendezvényeket, amelyeket támogatott a Terézváros közrendjéért és közbiztonságáért alapítvány, valamint a Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság is. Így sikeresen több mint 50 fő gyermek részére sikerült ajándékokat és színes programokat szerveznünk. Ezen felül az újpesti óvoda részére is tudtunk meghívást szervezni, így több mint 15 gyermek érkezett az Újpestről is, amelyet a Pest megyei rendőrfőkapitányság is támogatott. Ezúton is nagyon szépen köszönjük a Pest megyei rendőrfőkapitányságnak, és természetesen a programban ott volt jelen a Mikulás is, aki a gyermekek legnagyobb örömére énekekkel és ajándékokkal várta őket. A Terézváros közrendjét közbiztonságáért közalapítvány örömmel társult a 6. kerületi rendőrségnek az elképzeléséhez, hogy itt a Minipolisban 56. kerületi gyereket lássunk vendégül karácsony alkalmával. Minden általános iskolánkból jött 10 gyermek, és egy kis meglepetéssel készültünk egy kis ajándékcsomaggal. Én, ahogy így körbenézek, a gyerekek nagyon jól érzik magukat, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Mesélj nekem, hogy hol vagyunk most, és mit csináltok, és miért jöttetek? A Minipolisban vagyunk, és azért jöttünk, hogy szórakozzunk. Hogy megnéztem minden ilyen DM vagy spár, szerintem nagyon életű és kreatív ötlet. Én úgy érzem. Mit szóltatok a 6. heti rendőrkapitányság ötletéhez, hogy meghívjon benneteket ide karácsonyra? Nagyon örültünk,
és hát elfogadtuk a meghívást, és szerintünk a Mikulás is nagyon aranyos volt, és a gyerekek is, ahogy énekeltek, szerintem nagyon jó a hangulat. Mi tetszett a legjobban? Hát a legjobban szerintem az Aldi tetszett a legjobban, amikor be lehetett állni például kasszázni, vagy vásárolni, szerintem azt tetszett a legjobban, legalábbis nekem. Hogy készültek a bajzába a karácsony? Nálunk van olyan a mi osztályunkban, hogy külön kell húzni különféle osztályba neveket, és például XY húzza az XY-t, akkor neki kell egy ajándékot adni, azt megbeszéljük külön, hogy mennyi az árat, hogy mennyitől meddig legyen azért meghúzva, és akkor ez ilyen meglepetés, hogy például hú, én engem kihúzott, és akkor szerintem ez így tök jó hangulat, és nekem tetszik ez az egész dolog. Mi az osztályal így készülünk karácsonyra. Hogy érzed magad? Mi tetszett eddig a legjobban? Hát a bankos rész. Milyen volt a bankos rész? Jó volt. Megpróbáltuk bekapcsolni a kamerákat, de nem sikerült, ezért kiraboltuk a bankot. Húha, éppen itt egy másik boltban vagytok, itt pénztároskodtál. Milyen érzés itt a pénztárban ülni? Jó érzés. Le kellett húzni az árut, és aztán meg kellett nyomni ezt, és aztán meg az alsóra rá kellett nyomni a pénzre, hogy mennyit kell fizetni. Mi volt az elején, mi történt? Én úgy tudom, hogy jött a... Mikulás. Mit hozott nektek? Könyvet, labdát, csokit, meg szaloncukrot. Szerinted miért fontos a karácsony? Hát azért, mert akkor született a Jézuska, meg a szeretet ünnepe miatt is. Ti hogy készültök otthon vagy az iskolában? Úgy, hogy feldíszítjük otthon a házat, az iskolában meg a termet. Meséljetek nekem, hogy történt a télapóval való találkozás? Hogy először énekeltünk két dalt, utána megjelent a télapó, mesélt a Klamprusz, hogy kicserélje a fiú és a lányos ajándékot, és akkor meglepő, az nagyon jó volt. Igen, mert mikor kicserélte, akkor nagyon jó volt. Igen. Meséltek nekem, hogy miért pont a kresszpálya tetszett a legjobban. Mit tanultatok itt a kresszpályán? Mert lehet bingázni, meg igen, tankolni. Vannak nyilak, amerre kell menni. Igen, könnyen. A nyilak szerint megyünk, és így könnyen megyünk. És betartjuk a lámpa szabályait. Szerintetek miért fontos betartani a szabályokat? Mert ha piros pont, jön egy autó, és elgázolhat az út, igen, amikor te mész át. Kórházba is kerülhet. És mondjátok, ti hogy készültek a karácsonyra? Nagyon jól. Az mit jelent, hogy nagyon jól? Sütikkel, meg innivalókkal, meg még rajzolunk is neki, meg kiteszik a csizmánk, amiben beleteszi, már készültünk. Igen. És az Erkelsőliba hogy készültek a karácsonyra? Kidíszítjük már a táblát is. Meg a termet. Igen. Meg a csupa díszes. Igen, meg ilyen színesekre. És minden nap húzunk a naptárban, mert van elvileg 17-en vagyunk naptár, és akkor mindenkit húznak, és mindenkinek az zsákban van valami édesség, meglepi. Nagyon jól szórakoztok, az látható. Mi tetszett eddig neked a legjobban? Ez a boltos, és még a pizzázó. Aha. És a tűzoltat láttam, nagyban oltottad a tüzet. Az is nagyon tetszett, az volt a legjobb. Mesélj nekem egy kicsit a karácsonyról, hogy minek az ünnepe a karácsony, és miért tartott fontosnak. Hogy mindenki boldog legyen, és este ünnepélyezünk, akkor mindenki boldog, örül, úgy az így boldogságnak számít, hogy ki mit kap, és közösen játszunk. Az iskolában hogy ünnepítek a karácsony? Hát dalokkal szoktuk. Úgy tudom, hogy te is fellépsz az idei karácsonyon. Mi leszel? Én az angolban az egyik rénszarvas leszek,
a magyarban pedig a veréb. Mert szia Fruzsi, láttam, hogy itt postáskodsz, viszed a leveleket itt a Minipolisban. Mesélj nekem, hogy hogy tetszik ez a buli. Hát nekem nagyon tetszik, és szerintem nagyon jó a postás is. Meg itt a Minipolisban nagyon jó, mindenféle ki lehet próbálni, fogászatot, meg hogy milyen a pizzázó, meg itt a postás is. Mit szólsz a 6. kerti rendőrkapitányság ötletéhez, hogy elhozott ide benneteket? Szerintem nagyon jó volt, meg a rajzfázjázást is nagyon jó volt. Hát nagyon jó ötlet volt. Szerintem minden évben kellene csinálni. Szerintem miért fontos a karácsony? Hát a karácsony, hát az összehozza az embereket, családtagokat, akik nem látták évek óta egymást, és össze tudja őket hozni. Hogy készültek a suliba, és hogy készülsz otthon a karácsony? Hát a suliban ajándékozunk mindenkivel, műsorokkal lépünk fel, otthon pedig feldíszítjük a karácsonyfát, és hát nagyon készülünk rá, hogy mindig karácsony előtt van a nagy forgalmunk nálunk, hogy mindig megyünk ide-oda, hogy bevásároljunk, mert hogy karácsonykor éppen nincsenek nyitva boltok, és akkor nem lehet ajándékot venni. És te mit kértél el Jézuskától? Szerettem volna egy görkorcsolyát, mert nagyon szeretek görkorcsolyázni, és jégkorcsolyát is, mert szeretek jégen is csúszni, mert minden. Hát, ha már jégről beszélünk, szoktak kijárni a Hunyadi térre a korcsolypályára? Csütörtökénként a sulival reggel szoktam. Ma is mentem volna, de ide jöttem. Azt tudod, hogy egész télen nyitva van, és ünnepek alatt is nyitva van a korcsolypálya, és ingyenesen mehettek, mint terézvárosi gyermekek. Igen, szoktunk, tavaly is voltunk ilyenkor, karácsony előtt is, és karácsonykor is voltunk. Az anyukámmal, meg volt olyan, hogy a nagypapámmal is volt olyan. Hát kívánom neked, hogy az álmaid teljesüljenek így karácsonykor, és szép karácsony! Köszönöm szépen! Temesi Ferenc 90. születésnapja alkalmából Gundula Csaba alpolgármester az ajándékok mellett átadta az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint Hassai Zsófia Terézváros polgármesterének oklevelét is. Temesi Ferenc szerelmese a fotózásnak, a művészeteknek, a szépségnek. Évtizedek óta hobbija a fényképezés, és sztárokat is volt módja Lencse végre kapni, hiszen 33 éven át volt fővilágosító a régi Nemzeti Színházban. Kamerájával megörökítette a patinás Blaha Lujza téri épület felrobbantását, de sok boldog pillanatot is volt módja rögzíteni. Olyan művészek társaságában lehettem, mint Terézváros díszpolgára Laksányi Gellért, Agárdi Gábor, Sinkovics Imre, Kálai Ferenc. Nyaranta Szegeden és a Margit-szigeti szabadtéri színpadon dolgozott. Imádta a munkáját. Manapság videón nézem a régi magyar és külföldi filmeket, a tévében, főleg a híreket keresem, mondta a 90 éves Feri bácsi. Isten éltesse sokáig az ünnepeltet. Szondi utcai lakásában kereste fel Horváth Bélánét a napokban dr. Szilikovács Tibor terézvárosi önkormányzati képviselő, hogy 100. születésnapja alkalmából köszöntse a szépkorú hölgyet. Erzsike néni az ajándékok mellett átvette Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint Hassai Zsófia Terézváros polgármesterének oklevelét is. A szép kerek évfordulón rengeteg virágot kapott az ünnepelt, aki bár egyedül él, a körülötte lévők, közöttük a szomszédok is, nagyon szeretik és becsülik.
Erzsike néni elismerésre méltóan aktív életet él. Még ma is gimnasztikázik a járókeret segítségével a folyosón, az agyát pedig kedvenc rejtvényeivel tartja karban. Mint mondta, már megkapta a jövő évi rejtvénygyűjteményt a kedves ismerősöktől, amit aztán szívesen vesz kézbe nap, mint nap. Isten éltesse az ünnepeltet! Karácsony alkalmából Terézváros önkormányzata több ingyenes programmal is kedveskedett a kerület lakóinak. Az 5-ös 10 közösségi és kulturális szintérben a magyar Tom Jonesként emlegetett előadóművész, a több évtizede Terézvárosban élő Majsai Gábor csalt szívet melengető dallamokat a publikum lelkébe. Több már ismert slágerrel és egy új szerzeménnyel is készült a koncertre. Sok szeretettel köszöntöm a 6-os csatorna nézőit, és amit látják, itt már éppen nagy készülődésben vagyunk, úgyhogy az utolsó percek vannak a karácsonyi koncertem előtt. Nagy köszönet a Terézvárosi Önkormányzatnak, aki létrehozta ezt a kis koncertet, mert itt ráadásul nem csak karácsonyi dalok lesznek, hanem a vadonatúj lemezemről, a hangulatokból is egy-két szemezgetünk, egy-két vadonatúj dalt, amit még soha nem játszottunk el sehol. Úgyhogy aki nem jött el, az legközelebb is szeretettel várjuk, hogyha lesznek ilyen koncertek, és nem búcsúzom végleg, és kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeket. Legközelebb egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk. Addig is a 6-os csatorna minden dolgozója, minden munkatársa nevében sikerekben gazdag új évet kívánok. A viszontlátásra!